Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, engedjetek meg, hogy bemutatkozzam, Hertlen Károlynak hívnak, a Műegyetemen, a Fizika Intézetben fizika tanítással múlatom az időmet. Ez a hobbim, és hát ez a munkám is egyben. És hát azért jöttem el hozzátok, mert egyrészt voltak nagyon kedvesek a hölgyek ott, ha oda néztek, akkor ők voltak, akik meghívtak, hogy tartsak nektek egy előadást, és szeretném megmutatni, hogy mire való a fizika. Legalábbis megpróbálunk elindulni ezen az úton. Azt kell mondjam, hogy a fizika az a tantárgy, a nevéből is következik, hogy a fűzosz görögül azt jelenti, hogy a természet, a körülöttünk levő világ működését mutatja meg. A körülöttünk levő világ, hogyha csak úgy magára hagyjuk, akkor nem olyan barátságos, mint amilyennél alakíthatjuk. Éppen ezért érdemes megismerni a törvényeit, és akkor ezek a törvényeket, ha megismerjük, akkor nem fognak nagy meglepetések érni. Hát az első dolog az, hogy a fizika hol kezdődik az ember életében. Akkor kezdjük azzal, hogy mutatok nektek egy játékot, amiben fizika is van. Azt mondjátok meg, hogy ki az, aki játszott már ilyennel, és tudja, mi ennek a játéknak a neve. Nem mondjátok, hogy senki nem játszott. Senki nem játszott még ilyen játékkal? Atya Isten, most dőlök a kardomba azonnal. Tényleg senki nem látott ilyet közületek? Bevallhatjátok, nem fogom kitenni a Facebookra, valaki látott ilyet, hogy tényleg nem? Hát, jó. Az a helyzet, hogy akkor most egy kicsit nem úgy működik a kísérlet. Ez a kísérlet, vagy ez a játék, ez tulajdonképpen kétféle változatban van. Az egyik, az arról szól, hogyha fölbillentjük, akkor ez ide-oda billeg, amint látjátok. És ködben még zenél is. Akármit is teszünk, a legvégén, hogyha megcsillapszik, akkor mindig függőlegesen fog állni. Ez a másik, ez ugyanilyen volt, itt az első sorban ülőknek megmutatom, hogy több repedés is van rajta, látjátok. Amikor az én kicsi fiam egészen kicsi volt, akkor mindig odavágta a földhöz, mikor haragudott rá, és mondtam neki, hogy vigyázz, mert egyszer aztán soha többet nem fog fölbilleni, tehát úgy értve, hogy nem fogja tudni ezt a nagyon mókási világot, és akkor a repedés miatt szépen szétszedtem, és most már ez így működik, hogy ez már csak ezt tudja. Na, ezt akartam volt nektek megmutatni, tehát a Kejfel Jancsinak hívják ezt a játékot, ha van kedvetek, akkor próbáljátok utána nézni. Nagyon egyszerű a működése, a Kejfel Jancsinak itt az aljában van egy nagyon nehéz vasdarab, és ez a nagyon nehéz vasdarab, amikor az ember így elbillenti, akkor innen alulról ide oldalra fölfelé kerül, és csak abban az esetben tudjuk ezt fölbillenteni, hogyha ezt a súlyt egy kicsit megemeljük. Világos. Aztán amikor magára adjuk, akkor addig fog ez itt mozogni jobbra-balra, amíg a legaljára kerül, és ott kerül majd nyugalomba ez az eszköz. Ebben ez a vasdarab nincs, és akkor ennek ellenére ez így fog viselkedni. Tehát akkor azt kell mondjam, hogy rögtön már a gyerekjátékokban számtalan olyan fizika van, amit az ember talán észre se vesz elsőként. No, a következő pedig a kísérleti eszközök, én azokat a kísérleti eszközöket szeretem, amelyek egyszerűek. Meg tudjátok-e mondani, hogy ez micsoda? Ezt remélem tudjátok. Jó, oké. Okay. És itt az első sorban mutatom itt a hitülőknek, hogy meg tudjátok-e mondani, hogy ez micsoda? Dió. Jó, van-e kedvetek kipróbálni, hogy ezzel a kalapáccsal ezt a diót a fejemen megtörni? Na, kinek van hozzá hangulata? Senki? Az lenne a kérésem, én elmondok nektek egy történetet, én amikor középiskába jártam, a tanítónéni egy hónappal azután, hogy szeptemberben elkezdődött a tanítás, mondta, hogy a gyerekek ma diót törhettek kalapáccsal a fejemen, kinek van kedve? Hát mindenki majd kiesett a padból, úgy jelentkezett, és már hát szerettük volna a fizika tanár, már többet nem lesz az 4 év során. Gondoltuk, hogy agyonütjük a tanítónénit, és akkor őt nagyon jó érzékel kiválasztotta azt a gyereket, aki biztosan volt, biztosan lehetett tudni, hogy gátlástalan, nem fél attól, hogy nagyon suhincson a kalapáccsa. Na, valaki jelentkezzen, segítsen már ki engem, legyetek oly drágák.
Nincs senki? Na gyere, komám! Ha, nagyon szuper! Úgy is van. Tehát akkor ugye az első dolog, hogy meg kéne nézni, nem-e hungarocellből készítettük a kalapácsot, és a dió majd tényleg dió, így látszik? Oké. Én ide leülök, hogy fölérjél engem. Annyit fogunk megtenni, hogy a fejemre teszek egy ilyen közércsújt. Így, ez egy ilyen 5 kilós közércsújt, és ennek a tetején kéne a diót megtörni. Annyit figyelj, hogy látod, én mindjárt mondom a kísérlet körülményét, ezek fontosak. Tehát nem fölemelem a kezemmel, hanem csak így oldalról megtámasztom, azért, hogy ne csúszson le oldalt. Mi a kereszt neved? Barni. Na, helyes. Akkor kérlek szépen, akkor ne sajnálj sem engem, sem a diót. Úgy is van. Úgy is van. Úgy is van. Amint látjátok, az első dió sikeresen megtörődött, és hát igazából még mindig jó bírom magamat. Na, lássuk a következőt. Barni, az lenne a kérésem, hogy most próbálj meg akarát ütni a dióra, hogy itt a lányoknak majdnem kiüsse a szemét. A szét... Úgy is van. Na, még egy nagyobbat üssél. Úgy is van. Úgy. Azt akarom mondani, hogy a kísérleteknél, a fizikában elvárjuk azt, hogy a kísérletektől, hogy egy megismételhetők legyenek. Ez azt jelenti, hogy Barni már háromszor megtette, tegyük meg negyedszerre is, jó? Ami biztos, biztos, figyeljetek oda. Na. Helyes. A kísérletektől mást is elvárunk ám, Barni. Tudod mit? Mindenkinek egyformán sikerüljön. Tudod, ez mit jelent? Ide üljél le, most te fogsz jönni. A kísérletnek most már elmondjuk a magyarázatát is. Ugye az embernek az, hogy diót törni a másnak a fején. A dióról tudjuk, hogy viszonylag nagy erővel lehet megtörni, ezért is használunk kalapácsot. Nem félsz? Vagy van biztosításod? Ide figyelj, ezt így ide így behúzom, hogy ne essen be a nyakadba, megtör dió. Ha megnézitek, akkor azt hiszem jól lehet látni, hogy a diót meg tudjuk törni. Barninak ugyanúgy semmi baja nincs. Ami vigyáz ránk, az nem más, mint egy fizikai törvényszerűség. Jelesül az, hogy itt van ez a vasdarab, ennek a vasdarabnak jó nagy tehetetlensége van. Ez az a tehetetlenség, ami megóvja attól, hogy bármi legyen. Jó, Barni, gyere, segítsél még egy apróságba. Közben a hölgyeket megkérjük egy seprűt, hogyha lehetne kapni. Elmondom, mit fogunk csinálni. Én ezt a madzagot, majd a végén, ezt a madzagot így megfogom, ide teszed a diót, és kalapáccsal most úgy töröd meg, hogy ez így függőlegesen lóg. Amit figyeljetek, azt kell megnézni, hogy ez könnyedén el tud mozogni. Amikor Barni megtöri, hogy a dióról tudjuk, hogy nagy erő kell, de ez a nagy erő nagyon rövid ideig hat, és már törik is a dió. Nézzük meg. Nézzétek meg, hogy alig moccan meg ez a vasdarab. Ez azt jelenti, hogy ez a vasdarab ellene szegül annak, hogy odébb lendüljön. Úgy is van. Jó, köszönjük szépen. Tulajdonképpen akkor összefoglalhatjuk. Szereted a diót? Nem. Nem. Ha nem, akkor nem, akkor nem erőltetem rád. Gondoltam, hogy... Ha van kedved, már megdolgoztál, akkor össze is törhet, vagy el is viheted megeszegetni, de akkor majd kidobjuk a szemétbe. Jó? Csak köszönöm szépen, foglalj helyet, és akkor azt majd én, ha megengedi, hogy saját magam elrendezzük ezeket a dolgokat. Így is van. No, tehát akkor ugye az a lényeg a dolgoknak, hogy már láttuk azt a dolgot, hogy pontosan azt meg akarjuk magyarázni, hogy mi történt, nagyon egyszerű dolgunk van. A tehetetlenséggel foglalkoztunk, hát általában azt lehet mondani, hogy a tehetetlenség az egy bonyolult fogalom a fizikában. Azért lesz bonyolult, mert a... Így is van. Köszönöm szépen. Mert a mindennapi életben az a szó, hogy tehetetlenség, az egy nem egy pozitív dolog. Tehát ha valaki azt mondjuk, hogy tehetetlen, akkor általában nem dicsérni szoktuk. És hogyha nem dicsérni szoktuk, akkor az azt jelenti, hogy az ember úgy gondolja, hogy fizikában ugyanígy negatív dolog lesz ez. Nézzétek meg, hogy itt a vastömbnek a tehetetlensége óvott meg mindkettőnket, Barnit is, meg engem is. És hát ugye így lehet megismerni azokat a fogalmakat, amelyek számunkra izgalmasak. A kísérleti eszközök közül a következő megint csak olyan lesz, hogy
könnyedén otthon is megismételhetitek. Nem is kell hozzá más, csak egy pumpa, egy biciklipumpa, kell hozzá egy pillepalack. A pillepalacnak a szájába beletettem egy dugót, és a dugó át van furva, és itt van egy ilyen labdafújó szelep. Tehát ezek kellenek hozzá. Egy pumpa, egy labdafújó szelep, egy dugó és egy palack. A palackot szép lassan föl fogom pumpálni, így mi. Erőnek erejével pumpálok bele levegőt. Egyre nagyobb és nagyobb lesz a nyomás. Itt van egy műszer, ez a műszer azt is mutatja, hogy mekkora a nyomás. Hát a légköri nyomásnak körülbelül a 2-3-szorosát el tudjuk könnyedén érni. Ez már körülbelül meg is van. És most figyeljetek, kihúzom a dugót, és keletkezik egy felhő a palacba. Látjátok? Aztán el szeretnénk tüntetni a felhőt, semmit nem kell csinálni, csak azt mondja, hogy csiribú, csiribá. Közben azért a pumpát is le kell nyomni. Mutatom még egyszer, és el is magyarázom, mi történik. Az történik, hogy amikor megnéznénk, hogy mi van itt a szobában, a levegőben, akkor tudjuk, hogy van benne nitrogéngáz, oxigéngáz, van benne valamennyi argon, van benne széndioxid, amitől általában rettegünk. Mindenkit hallotta az, hogy a széndioxid az így nem jó, meg úgy nem jó, majd erről beszélünk. És a legfontosabb, hogy van benne vízgőz is. Tehát a víz, amikor elpárolog, akkor vízgőz is van benne. Most, amikor ezt belenyomjuk, akkor a belenyomás hatására nem csak a nyomás fog megnövekedni, hanem a hőmérséklet is. Egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű gáz van benne, és a víz továbbra is oldatban marad. Az azt jelenti, hogy nem lesznek csöppöcskék. Ez fog tulajdonképpen történni, amikor kiengedi az ember a pillepalacból a levegőt. Nézzétek meg, kiengedem. Pillanatok alatt lehűl, és a lehűlő levegőben elkezdenek a csöppök összeállni, egyre nagyobb és nagyobb lesznek, és amikor már akkorák, hogy zavarják a fény terjedési sebességét, akkor már nem fog átlátszani, ezt hívják ködnek vagy felhőnek. Ha minden igaz, akkor a hétvégén jó esély lesz arra, hogy ebből fogtok valamit látni. No, a következő eszköz, amit szeretnék nektek megmutatni, az egy kicsit már bonyolultabb. Itt van egy palack. Ebben a palacban egy nagyon izgalmas anyag van, cseppfolyós nitrogénnek hívják. A cseppfolyós nitrogén a levegőnek az egyik komponensét lehűtötték olyannyira, hogy folyadék lett belőle, és így önthető. Nézzétek meg! Ilyen sejtelmes köd keletkezik. Tulajdonképpen itt is hasonló történik, lehűl a levegő a cseppfolyós nitrogén hatására, és a levegőben levő vízpára elkezd összeállni, és egy ilyen kötszerű tünemény keletkezik. Ha meg akarjuk nézni, akkor egy különleges edényt hoztam. Nézzétek meg, nem csak, hogy üvegből van, hogy lássuk, hanem kettős falú üveg van, üvegből van. Kiszivattyúzták a levegőt azért, hogy sokáig megmaradjon benne a cseppfolyós nitrogén. A cseppfolyós nitrogén elképesztően hideg. Ha valaki megkérdezi, mennyire, hát majdnem mínusz 200 Celsius fok hideg. Ha ide beleöntjük, azt hiszem ez jól látszik. Pillanatokon belül a cseppfolyós nitrogén láthatóvá válik, hevesen forr, olyan hevesen forr, hogy az ember azt hinné, hogy valaki alágyújtott, ugye a teljes kannába szokott így zubogni a víz, és hogyha megnézitek, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy egy kicsit várunk, akkor a cseppfolyós nitrogén a számára forró edényt lehűti, egész pontosan mínusz 196 Celsius fokra. Mire lehűl az edény, addigra a cseppfolyós nitrogénnek a forrásának a hevessége az megcsillapszik. Tehát egy ilyen barátságosan rotyogó eszköz fogunk tapasztalni, és ami az első izgalmas, hogy szintelen, szagtalan, megszagoljátok? Na, tessék, milyen szaga van?
Furcsa lenne, mert ugye a szobában, ami van levegő, annak a 78%-a, te nem kész, jó. 78%-a nitrogén, tehát hogyha alátolom az orrotok alá, akkor se történik semmi, ugyanazt szívjátok be gyakorlatilag. Amit érdemes megnézni, ha jól megnézitek, akkor barátságosan rotyog, buborékok szállnak fölfelé belőle. Ez a buborékok fölszállása azt mutatja, hogy forrásban van az anyag. Én egy varázsló vagyok, figyeljetek, csiribú csiribá, ide teszem a kezem, és abban marad a forrás. Ha elveszem a kezem, akkor rögtön elkezd forrni. Hát ha valaki megkérdezi, hogy hogy csinálom, az a legfontosabb dolog, kinyitottam még annak idején a fizikakönyvet, és elolvastam az ide vonatkozó szentenciát. Azt mondták, hogy a halmazállapot változás nem csak egy megadott hőmérsékleten, tehát nem csak a hőmérséklet fogja a halmazállapot változást befolyásolni, hanem az is, hogy mekkora a nyomás. Gáz keletkezik ebből a folyadékból, most szabadon el tud távozni, és hogyha nem hagyom, hogy szabadon eltávozzon, a tenyeremmel úgy fogom be, hogy ne tudjon elmenni, abban a pillanatban abban marad a forrás. Egészen addig marad a forrás, amíg a kezemet itt tudom tartani, és hogyha elveszem, akkor, amint látjátok, abban a pillanatban elkezd forrni. Ugyanígy történik az összes folyadékkal, például a vízzel is, hogyha fogja az ember így a vizet, így megpróbálnák befogni, akkor a forráspontja sokkal magasabb lenne. Nem tudom, ki az, aki látott otthon a konyhába kókta gyorsfőzőedény közületek? Egy ember. Hát nem vagytok jó megfigyelők, azért azt ezt lehet látni. Otthon majd legyen az ma, adhatok házi feladatot, hogy keressétek meg a kókta gyorsfőzőedényt, és kérdezzétek meg az édesanyátokat, hogy hogyan működik. Na jó, akkor most már nitrogént ismerjük. Próbálkozhatunk egy másik kísérlettel. Hoztam megint csak egyszerű eszközöket, szeretek. Itt van egy pillepalack. Ebbe a pillepalackba öntsünk egy kicsi cseppfolyós nitrogént. Nem sokat, csak egy keveset. Így. Teszünk bele még egy picikét. Nem kell félni, majd mindjárt elmesélem, hogy miért nem veszélyes ez az anyag, hogyha már ennyire hideg. Itt van a palackunk. Amint látjátok, ott for benne a víz, vagy a nitrogén, dugóval lezárom, és akkor várunk egy kicsit, abban marad a forrás, növekszik a nyomás, egyre nagyobb és nagyobb lesz, egyszer csak fogja magát és kilövi a dugót. Hát ez egy izgalmas dolog, azt hiszem már látom a rossz csontoknak, hogy ez tetszik is így hivatalból. Nézzük meg még egyszer, hogy mi történik. Ugye mondtam nektek, hogy amikor ráteszem a kezem, egyre nehezebb és nehezebb ott tartani, eddig nekem erővel sikerült. A dugó meg is mutatja azt, hogy amikor a nyomás megnövekszik, egyszer csak a dugót kilövi. Ugye mit is tudna mondani? Tessék, mondjad! Lehet ilyet szerezni? Látom, a motiváció sikeres. Természetesen nagyon könnyű dolgod van, elmondom, mit kell csinálni. Az első dolog, hogy elmész a kereskedésbe és veszel egy ilyen edényt, ennek az edénynek az a tulajdonsága, hogy belül mínusz 200 Celsius van, kívülről meg lehet fogni, csak egy olyasmi hőmérsékletű, mint a terem. Ez az edény, ez nem kerül sokba, csak egy 500 000 forintba. Ha ez megvan, akkor elmehetsz vele a boltba, és hogyha van ehhez a nitrogénhez kezelési papírod, akkor már azonnal adnak. Beszélünk egy olyan fogalomról, amit sokat lehet hallani a tévében, rádióban, interneten is lehet a hírek között olvasni, újságokban. Úgy hívják ezt a fogalmat, hogy energia. Ez az energia, ez azért furcsa dolog, mert a fizikában a legbonyolultabb fogalom az energia. Elmondom miért. A fizikának több ága van. Van a mechanika, rezgéstan, hullámtan, optika, hőtan, stb. Lehet sorolni végig, elektromosságtan meg végig mondhatná az ember, mindegyik fejezetben ott szerepel az energia. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az energiáról akkor tudja meg az ember, hogy pontosan micsoda, ha fizikát végig tanulta. Addig csak egyre többet és többet tud az energiáról. Az energia azért is fontos, mert ahhoz, hogy elinduljon az autónk, ahhoz
benzinre, gázolajra van szükség, amiben létezik kémia energia. Ezt a kémia energiát átalakítják úgy, hogy elégetik ezeket az anyagokat, és lesz belőle hőenergia. A hőenergiából, hogyha ügyesek vagyunk, benzin, illetve dízelüzemű motorok átalakítják ezt a hőenergiát mechanikai energiává, és elindul az autó. Sokkal egyszerűbb a lakásnak a fűtése. Jön a gáz, vagy jön a villany, és átalakítjuk hővé. Tehát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy akkor, amikor valaki keresi a megoldást, hogy hogy lesz neki legolcsóbb az autója, hogy lesz neki legolcsóbb a fűtése, és hogy marad ez még többek között környezetbarát, no ehhez rendesen meg kell tanulni a fizikát. Ha valaki kíváncsi arra, hogy egy ilyen tartály, amiben nagy nyomással van gáz, mekkora robbanó képességű, akkor két dolog számít, hogy mekkora a palacnak a térfogata, és mekkora a benne levő nyomás. A kettőnek a szorzata pontosan meg fogja adni, hogy mekkora a robbanó képessége. Parancsoljál! Többet rakunk bele, akkor feljebb tudja emelni ezt a dugót? Nem. Akkor fog feljebb menni, hogyha a dugót jobban belenyomom. Tehát az, hogy itt mekkora mennyiségű nitrogén van, az majdnem közömbös. Hát, hogyha nagyon keveset teszünk, akkor nem fog kialakulni a nyomás. Én annyit fogok tenni, hogy nem akarom lebontani a tetejét. Most figyeljetek, csak egy kicsit fogom benyomni, ekkor, ha kicsit nyomja be az ember, akkor nem megy nagyon magasra. Kicsit jobban nyomom be, így, akkor beljebb, magasabbra fog menni, hiszen az a dugó tartó erő nagyobb lesz, ha jobban beleerőltetem. Úgy mondjuk, hogy a surlódó erő egy kicsit nagyobb lesz. Nem kell félni, legfeljebb úgy is van, megemeli a tetejét. Még kibírtuk. Ha van kedvetek, akkor az előadás végén az udvaron bemutatom, hogy mit lehet csinálni, hogyha kicsit jobban belefeszítjük, jó? Tehát az meg lehet mutatni. Na, akkor ezek után nézzük meg, hogy mit lehet a hőmérsékletről mondani. Te jó erőben valónak látszol. Tedd már meg, hogy itt van ez a palack, és így megfogod tiszta erőből, és összenyomod. Úgy csináld, hogy álljál föl, kérlek, arra felé mutasd, hogy mindenki lássa. Hát ez nem egy egyszerű feladat. Az az igazság, hogy ez egy hülye vicc volt tőlem, nézzétek meg, ha ide lerakom a palackot, így, és teljesen testsúlyommal ráállok, akkor is csak egy nagyon kicsit fog ez a palack megnyomódni. Ha azt szeretnénk, hogy ez a palack magától összehorpadjon, akkor le kell hűteni. Nézzétek meg, hogy csináljuk ezt. Hoztam én olyan edényt, amiben ha beleöntjük a cseppfolyós nitrogént, akkor így, beleöntjük a cseppfolyós nitrogént. Nem kell, hogy sok legyen bele, benne. A palackot ide szépen beteszem, és rövidesen a palack össze fog húzódni. Két dolgot tudok mondani. Ha ugye ezt a jelenséget, ha valaki nem ismeri, akkor a következőt lehet csinálni. Lehet úgy is elmagyarázni, hogy egy fizika tanár csinálná, és úgy is lehet csinálni, hogy néha a tévébe csinálják, hogy átverik az embereket, hülyeséget mondanak hozzá. Mondom, hogy mit kell csinálni. Küldjetek nekem energiát. Így kell csinálni, így, és küldjen az energiát. Külditek az energiát, én meg ide küldöm az energiát, és összeorpad a palack. Mondhatom, hogy ez van, de valójában nem más történt, mint hogy a palacnak a legalját a cseppfolyós nitrogén lehűtötte, és ennek hatására összehúzódott a bent lévő gáz. Tehát ez a nitrogén volt felelős mindazért, ami történt, nem az energiát küldtétek. Nézzétek meg, összehorpad a palack, és megjelenik benne egy folyadék, ugye látod, hogy már van benne folyadék. Ennek a folyadéknak sokkal kisebb a térfogata, ezért tudjuk összehorpasztani. Természetesen, ha melengetjük ezt a palackot, így, akkor a folyadék forni fog, belőle sok gáz keletkezik, és aztán előbb-utóbb megint nehéz lesz összenyomni. Világos, ugye? Szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy én fizikatanár vagyok, ez itt egy fizika óra, és semmi varázslás nincs, jó? Tehát ez bűvészet nincs, csak tömény fizika. Viszont a 100%-ban fizika, nézzétek meg, még egy kicsi van ebből a palackban,
amikor elfor, megint ugyanolyan nehéz lesz összenyomni, mint ahogy az előbb. Mi a kereszt neved? Tomi? Dominik, mint a Dominiknak nem sikerült, nekem se sikerült volna, ne aggódjatok. Na minden esetre akkor láttuk, hogy ez hogy néz ki. Beszéltem egy olyan fogalomról, amit úgy hívnak, hogy nyomás. Nézzétek meg, az eszközeink nagyon egyszerűek. Itt van egy deszka, meg még egy deszka. Ezek a rudak azért vannak, hogy majd ez a két deszka, ha így egymásra tesszük, akkor csak így tudjon így föllemozogni. Itt van egy, ki tudja ez micsoda lehet? Tudja valaki? Ebbe almalé lett volna, hogyha el nem veszem időben. Tehát, hogyha ezt ide beteszi az ember, ezt így ide, ezt szépen ide ráteszi, így. Látjátok, ez itt hogy van. Ezt a, itt folynak ki az almalé, erre a részre én ide kötöm ezt a csövet, így. És a csőnek a másik végébe szépen belefújok. Amint látjátok, ez egy emelő. Na vajon mekkora súlyt tudunk ezzel az emelővel fölemelni? Elvállalja valaki, hogy ide rááll? Na gyere! Jó? Tehát ide le fogom tenni, nem állsz föl az asztalra. Jó? Kinyomjuk a levegőt belőle. Így. És akkor ide letesszük a földre. Álljál ide, kérlek rá, és hogyha nagyon billegnél, akkor fogod magad, és belekapaszkodsz az asztalba. Én megfújom. Na, fölemeltem? Fölemeltem. Jó, ki az, aki esetleg mellé akarná állni? Na gyere! Úgy. Álljatok szépen egymás mellé. Jó. Amint látjátok, ezt is sikerült fölemelni. Van-e valaki, aki még próbálkozik? Gyere, komán, ott hátul. Úgyni. Na, ez is sikerült. Na, köszönöm, foglaljatok helyet, ügyesek voltatok. Amint látjátok, a fizika tudás azért sok mindenre megtaníthat minket, egy könnyedén tudunk egy emelőt csinálni. Ha esetleg fizika órán fogtok járni, esetleg ezt a kísérletet szeretnétek megérteni, nagyon egyszerű dolgunk van. Ugyanis, ha meg akarjuk tudni, hogy mekkora erőt vagyunk képesek ezzel kifejteni, a fizikának az egyik módszere a kísérletezés, de a kísérletezés mellett igen fontos szerepe van a számolásnak is. Ha megnézitek, akkor ezt az acskót az ember megméri így, hogy milyen széles, megméri így, hogy milyen hosszú. Én hogyha azt mondom nektek, hogy 40 cm-szer 40 cm-es, az azt jelenti, hogy 4x4 deciméter, az azt jelenti, hogy így is, meg így is. Ha összeszorozzuk a kettőt, akkor megkapjuk azt a felületet, ami a két deszka között ki fog fejteni a nyomás. Az 0,16 négyzetméter. Ha ezt beszorozzuk azzal a nyomással, amit egy emberi tüdő ki tud fejteni, akkor könnyedén ki fog jönni, hogy akár 130 kilónyi súlyt is föl lehet emelni. És mindezt az ember tüdejével. Tehát azért mondom, hogy ha az ember hajlamos a fizikát megtanulni, akkor nagyok,
erősek és hatalmasok lehettek. Nem kell ezen nevetni. Tényleg nem kell nevetni. Elmondom miért. A fizika módszere, a megfigyelés után jön az, hogy az ember tudatosan megpróbálja felidézni, amit megfigyelt, ezt kísérletezésnek hívják. A kísérletezésnek vannak szabályai. A szabályok között ott van az, hogy mérni kell, le kell írni egy papírra, amit az ember mért, utána ki kell dolgokat megpróbálni, kell próbálni kiszámolni, ne adj Isten esetleg ábrázolni egy függvényként. A természettudományok ismerete tette az embert azzá, ami lett. Gondoljatok utána. Ahhoz, hogy a benzint beletöltsük egy szerkezetbe, és az el is induljon, az mennyi fizikatudás kellett. Ha meggondoljátok, ahhoz, hogy föl tudjunk építeni egy olyan házat, mint amelyeket tudunk építeni, ahhoz is rengeteg tudás kell, hiszen ki kell tudni számolni, azok az anyagok mennyire lesznek erősek, mennyire fogják a hőmérsékletet meggátolni, hogy a külső hőmérséklet befolyásolja a lakás hőmérsékletét, tehát ezt mind-mind ember összeszedi, és azt mondaná, hogy jó, holnap lemondunk az összes fizikatudásunkról, akkor egy dolgot tehetnénk, bemehetnénk egy barlangba, és ott élhetnénk tovább. Annyit szeretnék elmondani, hogy ahhoz, hogy egy nagyváros kialakuljon, több dolog kell, többek között az egyik legnehezebb dolog a logisztikának az a része, hogy ellátni az embereket élelmiszerrel. Ez egy nagyon nehéz feladat. Tessék végig gondolni, hogy Budapesten majdnem 2 millióan élünk, és ez, hogy a 2 millió embert megfelelő módon el lehessen látni, nem tudunk lemondani arról, hogy legyen, amikor csak kívánjuk, az élelmiszerünknek hűtés. Nagyon egyszerű dolog, mióta megszülettetek, kimentek a szobába, vagy konyhába, ott a hűtőgép, és ott van hidegen, ha kaja is nem romlik meg, még nyáron se. Ahhoz, hogy fizikából hűtőgép, tehát hogy hűtőgépet tudjunk csinálni, az a fizika tudás elengedhetetlen. Elengedhetetlen. Az a helyzet, hogy az ókorban már tudták ezt, hogy az élelmiszerek sokkal kevésbé romlanak meg, hogyha hidegen tudjuk tartani. Éppen ezért elkezdték gyűjtögetni a téli időszak során a jeget, bevitték vermekbe, és ezekbe a vermekbe tárolták, és ott a vermekben, ahogyan levitték az élelmiszert, akkor az ott sokkal tovább tudott lenni, ehető, az ember számára fogyasztható, nem romlott meg. Azt kell mondjam, hogy a nagyvárosokban, hogy ezt meg lehessen oldani, ahhoz kellenek hűtőházak, és hogyha meggondoljátok, fizikatudás nélkül nincs hideg. Nem szeretjük, de néha jó jön, tessenek végig gondolni. Na most, hogy mennyire hideg a cseppfolyós nitrogén, erről fog szólni a következő kísérlet. A következő kísérletben pedig megint csak szeretem az olyan kísérleteket, amelyeket nem kell sokat magyarázni. Ez egy, tudjátok ez micsoda? Ez egy parfé tortának a tartója. A parfé torta ugye az miből készül? Leginkább fagylaltból, tehát hideg. Ahhoz, hogy a hőmérsékletét sokáig ne változtassa meg, olyan anyagot kellett keresni, amiben jó hőszigetelő képességű. Ilyenekkel csomagolják be most legújabban a házakat, és akkor teszik moderné hőszigetelés. Na, hogy az menjen, még egy másik dolgot szeretnék megmutatni nektek. Ez pedig nem más, egy léggömb. Fölfújom ezt a léggömböt, hogy meg ne szökjön belőle a levegő, bekötjük. Na, most már csak cseppfolyós nitrogénre lesz szükségem. A cseppfolyós nitrogénből öntünk erre a léggömbre egy keveset, mert azt mondják, legalábbis a fizika könyvekben ilyet írtak le, hogy minél hidegebb egy test, annál kisebb a mérete. Hát nézzük meg, hogy így van-e. Itt van egy léggömb. Fogom a cseppfolyós nitrogént, elkezdem ráönteni. Úgy öntöm, hogy nagy felületen nedvesítse meg a nitrogén a léggömböt, és lássatok csodát,
léggömb tényleg egyre kisebb lesz. Olyan kicsi lesz rövidesen, olyan kicsi lesz rövidesen, hogyha nagyon akarom, akár majd el is tüntethetem, a markomba el fog férni. Most hűl a cseppfolyós nitrogén, től az a léggömb, egyre kisebb és kisebb lesz a mérete, és a legvégén olyan kicsi lesz, figyeljetek oda, hogy befér ide a markomba. Csiribú csiribá, megmelegítjük, igazi bioenergiával sugárzom be. Ez az, nem, ami, nem olyan, mint a tévében, ez igazi bioenergia, testhő. És amint látjátok, hát nem nagyon bírják a léggömbök a hűtést, de most kivételesen ez most nem is annyira nagy baj. Amit szeretnék nektek megmutatni, megint csak olyasmivel fogunk foglalkozni, amit ismertek, gondolom fölismeritek. Ebből csinálják a finom főzeléket, én nagyon szeretem. Ez pedig egy alma. Na, gondolom, hogy mind a kettőt ettetek már, vagy legalábbis merem remélni. Fogom az almát is, meg a répát is ide bedobom a cseppfolyós nitrogénbe, és várunk egy kicsit. Amíg ez megtörténik, addig elmesélem nektek, hogy hogy lehetséges az, ha véletlenül ráömlik nitrogén a kezemre, mégse üvöltök, mint a sakál, nem fáj. Nézzétek meg a következőt. Itt van a dedényünk, öntök bele egy kis cseppfolyós nitrogént, így mi. És most halált megvető bátorsággal leöntöm a kezemet, így mi. Nézzétek meg, így ráöntöm, semmi baj nem történik. Úgy is mondhatnánk, hogy fölteszi az ember a kérdés, hogy hogy bírhatta ki ez a jó madár? Hát úgy bírhatta ki, hogy vagy parafenomén, vagy pedig fizika könyvet olvasott. Világos, hogy az utóbbiról szól a történet. Volt egy középkori tudós, Leidenfrostnak hívták. Ő volt az, aki észrevette a róla elnevezett Leidenfrost jelenséget. Otthon, ha van kedvetek, kipróbálhatjátok ti is. Meg kell keresni a gáztűzhelyt. A gáztűzhelyre rátenni egy ilyen, egy ilyen vastag vaslapot, amin azt a hőelosztó platninak hívják, meg kell melegíteni, és kiskannállal egy csöpp vizet rákenni. Ekkor a platnin körbe-körbe fog futkározni a víz, és hozzá sem ér a platnihoz, mert az történik, hogy a számára forró vaslemez, ez közeledik a vízcsöpp, és elkezd forrni. Olyan erősen forr, hogy a benne keletkező gázok nem engedik hozzáérni a platnihoz a vízcseppet. Itt is tulajdonképpen az történik, hogy amikor öntöm a kezemre a nitrogént, jön a nitrogén, közeledik, itt innentől már elkezd forrni, és a benne keletkező gázok egyszer nem engedik hozzáérni a kezemhez. Tehát nincs félnivaló. Mutatok egy dolgot. Otthon, ha van kedvetek, kipróbálhatjátok, fogja az ember, egy kis vizet kiönt az asztalra. És ezt, hogyha megnézitek közelről, a víz egy ekkora területen van mindösszesen. Nem folyott le az asztalról. Ha ezek után a cseppfolyós nitrogénből öntünk egy keveset, akkor mi fog történni? Az asztalon egy szemernyi sem marad a cseppfolyós nitrogénből, mindjárt megmutatom. Egy szemernyi sem marad, hanem az összes leszalad róla, mert hiszen saját magából a cseppfolyós nitrogénből készített légpárnán közlekednek ezek a csöppök. Nézzétek meg, ugyanúgy öntöm ki ezt is, mint az elébb. Öntöm, és amint látjátok, nem marad sem ennyi belőle. Így mi. Szépen lefolyik az asztalról. Egy szemernyi sem maradt, ha valaki nem hiszi, jöjjön ki, azt nézze meg. Azt is meg lehet mutatni, hogy az ember fogja magát, önt egy kis cseppfolyós nitrogént ebbe az edénybe, így, és fogom, és az asztal alá öntöm, így, nézzétek meg, úgy. Elmegy a legvégig a teremnek, és amint látjátok,
ilyen kis apró csöppecskék szaladgálnak föl s alá. Na jó. De én azt javaslom, hogy térjünk vissza, hogy hogy néz ki a lég, hogy néz ki a répa, és hogy néz ki a az alma. Ígyni. Itt van a répa és az alma. Hát a répa, miközben lehűtöttük, nagyon sok víz van a répában, és ezért aztán a répa fogja magát, ilyen darabokra törik. De ezt a darabot, hogyha ráütök kalapáccsal, akkor nézzétek meg. Akkor ilyen apró darab, ne nyúljatok hozzá, legyetek oly drágák, mert az nagyon hideg. Ígyni. Így lehet igen gyorsan a répát fölaprítani fizikus módszerekkel. Ígyni. Ugyanezt tudja az alma is. Nézzétek meg, itt van az alma. Fogom, és így az egy darabra fog eltörni, minek utána a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletében volt benne. Jó, tehát akkor látjuk azt, hogy elképesztően hideg, nagyon nagyot fognak a testek összehúzódni. Láttuk azt, hogy az alma és a répa pedig egy kicsit megváltoztatja a viselkedését, ugye, mert az alma is, meg a répa is törékenyé, rideggé válik. Most kérném vissza a seprűt. Jó, gyerekek, a földön levő dolgokat legyetek oly drágák, inkább legyetek szesek, ne fogdossá, tedd le léces a földre, jó? Az lenne a kérésem, ha nem muszáj, akkor ne akarjatok fagyási sérülést szenvedni. Mert a cseppfolyós nitrogén az, bocsánat, a cseppfolyós nitrogén az nem játék, az olyan hőmérsékleten pedig, nézzétek, én sem nyúlok hozzá. Köszönöm. Na, akkor az elképesztő hideg után mit szólnátok, hogyha egy kicsit melegebb kísérleteket mutogatnék? Itt van még egy darab alma. Így. Úgy. Úgy. Jó? Na tehát, a környezetünkben levő eszközökről az egyik legizgalmasabb dolog, az van ráírva erre a dobozra, hogy likopódium. A likopódiumos edényt, ha kibontom, megmutatom, mit gondolsz, mi lehet ez? Látszik? Elmondom, ez a kapcsos utifűnek a spórája. Jártok biológia órára? Helyes. A kapcsos utifűnek a spórája, ez azt jelenti, hogy a kapcsos utifű az nem egy virág, hanem egy azt megelőző időszakból itt maradt növény, és ez a spóra körülbelül így néz ki. Ez a spóra, mint általában a növényeknek a termései, tartalmaz szaharózokat, amelyek éghetőek. Hogy ezt meg is akarjuk mutatni, én hoztam gyufát, és nézzétek meg, mennyire modern vagyok. Milyen gyufát hoztam? Koronagyufát. Hát na-na, hát alkalomhoz illő gyufát hoztam. Nézzétek meg a kapcsos utifűnek a spóráját, ezt a likopódiumot. Ezt szépen összeteszem az egyik részére. Meggyújtom a gyufát. És megnézzük, hogy meg tudjuk-e a gyufa lángjával gyújtani a kapcsos utifűnek a spóráit. Nem biztos, hogy sikerül meggyújtani, mert hogy, de igen, sikerült, nézzétek meg, ott ég. Ott látjátok, hogy ott ég. Nem túlzottan gyorsan ég, de azt lehet mondani, hogy határozottan ég. Az történik, ugyanis az égéshez mi szükséges? Kell éghető anyag, kell hozzá oxigén, és kell valamivel meggyújtjuk. És akkor úgy ég, hogy mindig a legfelső részéhez kapcsolódik, vagy érintkezik hozzá az oxigén, a levegő oxigénje, éppen ezért aztán azt lehet mondani, hogy a kapcsos útifű spórája ezért lassan ég. Egyébként, ha megszagoljátok, nagyon kellemes illata van. Szagold meg, tényleg. Rossz illata van? Ilyen karamellhez hasonló illata van. Na, tessék. Na, ugye, hogy jó illata van? Karamell. A szaharóz az egyfajta cukor, és hogyha azt egy kicsit megégetjük, akkor lesz a karamell. Na, nézzük meg.
Nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha szeretnénk, hogy gyorsabban égjen ez a... Hát többet is rakhatnánk, ugye az azt teheti az ember nagyobb tüzet, de én egy kicsit más megoldást választok. Itt van egy tölcsér, ebbe a tölcsérbe teszem be, most a kapcsú sutifűnek a spóráját jó sokat raktam, nem sajnálom a dolgot. És meggyújtjuk a gyufát, ígyni. Amikor már a gyufa jól ég, így. Amint látjátok, sokkal hamarabb elégett az összes. Mert egy apróságra odafigyeltünk. Megcsináljuk még egyszer, jó? Megcsináljuk még egyszer, csak hallgassátok meg a hozzávaló szöveget. Ugye itt minden egyes kapcsos sütőfűnek a spóráját körbevette a levegő, és gyakorlatilag az összes meg tudott gyulladni egyszerre. Egy darab kapcsos sütőfű spóra meg tud gyújtani legalább kettőt maga mellett, akkor először egy ég, aztán kettő, aztán kétszer kettő, és így tovább. Kétszer, kettőször, kettő, stb. Stb. Úgy hívják ezt a folyamatot, hogy kémiai láncreakció. Pillanatok alatt elég, megmutatom még egyszer, ha van kedvetek, lekapcsolhatjuk a villanyt, és akkor szebben felvételt lehet készíteni. Úgyni. Annyit szeretnék elmondani, hogy azok a hölgyek, akik meghívtak engem, megbeszéltük, és látjátok, ennek eredményeként ott is van egy videókamera, meg itt is van egy. Fölvesszük, és majd megkapjátok ezt a felvételt, egész pontosan az iskola biztosan megkapja. Ugye jól tudom? Igen. Na. Nézzétek meg. Úgy mi. Ott megy a, látjátok a kosz. Ugye a korom így szépen megy, nem sokára jön, és fogjátok érezni a dolgot. Maradjunk még egy kicsit sötétben, mert egy következő tüzeskedő kísérlettel fogunk játszani. Ez a következő kísérlet főszereplője, ez egy ilyen forgatótál volt valamikor. Erre a forgatótálra ráteszünk egy edénykét. Ez egy ilyen konzerves doboz volt valamikor. Öntünk bele egy pici petróleumot. Tényleg gyújtogatni szeretnék. Így mi. Ide leteszem a petróleumot, és meg is fogjuk gyújtani. Na most. Amikor ezt meggyújtom, akkor egy füst fog felszállni az égés következtében, és azt kell mondani, hogyha megkérdezi valaki, hogy mitől ekkora az égési sebesség, miért nem lesz gyorsabb, hát ez azért van, mert itt, ahol a tűz van, itt keletkezik forró levegő. Ez a forró levegő persze kémiai összetételében más, mint ami másút van, tehát ez kormot, meg széndioxidot, egy csomó minden tartalmaz, ami szeretne fölfelé szállni, de a fölötte levő levegővel helyet kéne cseréljen. Éppen ezért ez az égés, ez ennél nagyobb lánggal nem fog égni. Ha csak nem olvasunk fizika könyvet, és nem keressük meg a módját, hogy ezt a dolgot fölgyorsítsuk. Mit kéne tennünk ahhoz, hogy ez az égés nagyobb legyen? Egyszerű a dolgunk. Helyet kell tudjon cserélni a forró levegő, ami itt alulról ment fölfele, meg amit fölül van, ennél lényegesen hidegebb levegő. Annak lefele kell, ennek meg fölfele. Vagyis kell egy forgalmi rendőrt állítani oda, és megmondani, hogy te erre mész, ne meg arra. Természetesen azért nem a rendőrkapitányságról fogunk hívni embert, hanem a fizika törvényeire, fizika jelenségeire bízzuk a dolgot. Ez egy hengeres cső, amin egy csomó luk van az oldalán. Így hát látjuk az eseményeket, de egyelőre még túl sokat nem látunk, ettől még sokkal jobb nem lett. De ha én ezt megforgatom, akkor valami történni fog. Figyeljétek meg! Azt hiszem, hogy teljesen világos, hogy egy kicsit gyorsabban ég, hogy mitől lesz ez ilyen, hogy a
hideg levegő meg a meleg levegő tudja, hogy hol kell helyet cserélni. Na ez egy nagyon izgalmas dolog. Nézzétek meg, megállítom, és abban a pillanatban visszakerül az eredeti állapotára. A másik irányba forgatom, akkor is hasonlóképpen ki fog alakulni ez az úgynevezett tűztornádó jelensége. Amint látjátok, a tűztornádóban sokkal-sokkal hevesebb az égés, mindez azért van, mert a forró levegő az el tud távozni fölfelé, és oldalról érkezik még hideg levegő. Abban az esetben, hogyha megállítjuk, akkor azt hiszem mindenki látja, hogy visszatér az eredeti állapot. Azt kell mondjam, hogy most már csak azt kell, hogy eloltsuk a tüzet. A tűz eloltásához megint mit kell tudni, hogy hogy jön létre az égés? Hogy jön létre az égés? Kell éghető anyag, ott a petróleum, kell hozzá oxigén, az itt a levegőben itt van, és kell hozzá, aki meggyújtotta, azt láttátok. Ha el akarjuk az égést állítani, vagy le kell hűteni, vagy elvenni az oxigént. Nézzétek meg, nagyon egyszerű dolgom, ráteszem ezt a tetőt, elvettük az oxigént, és az égés már meg is szűnt. Ilyen egyszerű. Mondok egy dolgot. Ha gyakran előfordul háztartási balesetként, hogy a háziasszony oda teszi a serpenyőt, tesz bele egy kis olajat, és megmelegíti, és utána teszi be mondjuk a rántott húsnak valót. Ha eközben fölhívják telefonon, vagy nehogy Isten leragad a Facebook előtt, akkor túlmelegszik az olaj, és a túlmelegedő olaj meg tud gyulladni hasonlóképpen, mint itt. Ilyenkor mit lehet tenni? Hát az átlag ember, aki megijed, és ott lángol a sütő, fogja magát és beleönt egy pohár vizet. Ez a legrosszabb, amit tehet. Tényleg, ez életveszélyes. Ugyanis az olaj, amikor ég, akkor 360 Celsius fokos körülbelül. A 360 Celsius fokos víz, olajba beleöntjük a hideg vizet, az hevesen elkezd forni, apró cseppekre fogja szakítani az olajat, és pontosan ugyanolyan lángot fog lobbantani, mint az előbb, amit lobbantottunk ugye ebből a likopódium porral. Tehát magyarul nem eloltani fogjuk, hanem föltámasztani a tüzet. Mit kell csinálni ilyenkor? Akkor ég a serpenyőben az olaj. Nyugalom, szép lassan az ember bemegy a szobába, kinyitja a... kinyitja a kéthajtós szekrény, megkeresi a legdrágább nercbundát, és azt így egy mozdulattal rádobja a serpenyőre. Ez a legolcsóbb dolog, ugyanis a nercbunda az, amelyik a legkevésbé gyullad meg. Viszont azonnal elvonja az oxigént. Ezt nem viccből mondom. Higgyétek el nekem, hogy ez az a kategória, amire az ember azt mondja, hogy ha egyszer túléli egy ilyen tüzet, akkor utána meg fogja tapasztalni, hogy nem is olyan egyszerű. Na, amit most fogunk csinálni, az a következő lesz. Te jó erőben voltál az előbb is, mutatok neked valamit. Tudod, ez micsoda? Állj föl nyugodtan, meg is tapogathatod. Ez egy fakirágy, léggömbnek. Szögeket vertem bele ebbe a deszk. Jó, hegyes szögek? Nem hegyes? Csapjál egy nagyot rá itt. Jó, tehát az elég hegyes? Elég hegyes. Jó. Na, az lesz a feladat. Mutatom, hogy mit kell csinálni. Itt van egy léggömb. Én fölfújom. Oké. És ezt a léggömböt rátesszük a fakirágyra. Hoztam hozzá ilyen szerkezetet, hogy rá lehet nyomni. Az lenne a feladat, arra kéne valakinek vállalkozni, ide rátesszük, és addig nyomni, amíg ki nem durran. Gyere! Jó, hogy mindenki jól lásson, léces üljél le erre a székre. Úgy. Nyújts ki a kezedet, hogy eléred, ugye, kényelmesen. Na, hogy meg ne szúrja a kezedet, én hoztam ilyen... Ezt fogjuk rátenni így ide. Jaj! Tessék. Jó, és akkor várj egy kicsit. Elmondom, mit kell csinálni. Egyenletesen lefelé nyomni. Jó? Nem oldalra, hanem csak lefelé.
Valami remeg már a kezed. Öregszel, vagy nem is tudom, hogy... Na, még egyszer. Úgy van. Na hát ez egy lehetetlen feladat. Elmondom, hogy mi történt. Otthon, amikor az első kísérlet az úgy nézett ki, hogy vettem egyetlen egy darab szöget, akkor még csak egy szög volt ebbe az edénybe, vagy ebbe a deszkába, rátettem egy léggömböt, és néztem, hogy mennyi súlyt kell rátenni ahhoz, hogy ez kidurranjon. Körülbelül olyan 15 dekás poharat rátettem, akkor még nem durrant ki. Hány darab szög van itt szerinted? Számoljuk meg. Na, itt kezdjük, ezt így számoljuk meg. Na, 1, 2, 3, na igen, hangosan. Igen. 11x11. Húha. Ilyen számot nem ismerek, hogy az hú. Én azt tudom, hogy a 11x11 az arra mifelénk 121 darab. Na most akkor számoljatok. 121 darab szög, és mindegyik 15 dekányi súly lenne. Az mennyi? Hú, hú. Hú, hú, fiam. Mi? Oké. Okay. Erre ne legyél büszke, ezt inkább szégyenkezve kéne eltitkolnod, hogy matekból nem vagy jó. Na talán az a lényeg a dolgoknak, hogyha kiszámoljátok, ezt az erőt kéne Gyulának kinyújtott kézzel kifejteni. Nem fog menni. Biztosan nem fog menni. Te idefél, Gyula, van a zsebedben bicska? Most nincs. Ez. Na ugye látod, én tudtam én, hogy hogy kell csinálni. Mutatunk a gyerekeknek egy olyat, amitől nagy valószínűséggel ki fog akadni mindenki. Itt van ez a léggömb. Állj föl, kérlek. Így. Ide tesszük ezt a széket. Ide szépen álljál föl, és üljél rá a léggömbre. Ugye, úgy legalább könnyebb lesz kidurrantani. Na, üljél csak oda föl. Fordítva kéne meg, ugye, háttal arra felé. Na, tudod mit? Várjál. Ó, így szép lassan üljél rá. Úgy. Amint látjátok, a léggömb simán kibírja Gyulát. Nagyon egyszerű a dolog, fizika van e mögött is, akár hiszitek, akár nem. Na, megtarthatod a léggömböt. Tessék. Úgy van, üljél le. Tehát akkor ugye azt kell látni, hogyha a léggömböt az ember megvizsgálja, akkor amikor a léggömb föl van fújva, így, ez egy... Az az igazság, hogy ne nevessetek, mert én gyakran szoktam előadást tartani, az elmúlt 22 hónapban alig tartottam, és a léggömbök megöregedtek. Itt van a léggömbünk. Ha az ember ezt leteszi az asztalra, akkor éppen, hogy csak egy ponton ér hozzá. Amikor fogja az ember és elkezdi nyomni és nyomni és nyomni, egyre nagyobb és nagyobb felületen fog az asztalt érni, és a felület és a léggömbben levő nyomás szorzata együttesen egy erőt ad. Ugye minél nagyobb a felület, annál nagyobb erőről beszélünk. Nézzétek meg, hogy én se tudom kidurrantani a léggömböt. Ez egy lehetetlen feladat. Tehát, hogyha úgy kell kidurrantani a léggömböt, hogy egy fizikus mondja, biztosan nem megy. Ha van kedvetek, kipróbálhatjátok otthon, vesztek egy léggömböt, fölfújjátok így, és azt mondjátok mondjuk a papátoknak, vagy egy erős embernek, hogy nyújtsa ki a két kezét, és addig nyomja, míg ki nem durran. Ezt egy bodybuildinges versenyző sem tudja megcsinálni, hogy kidurrantsa. Tehát, hogy megnézitek, akkor ez így teljességgel esélytelen. Jó, tehát a fizika tudás, mint mondottam volt, az hatalom, és azt nézem, hogy melyik kísérlettel szórakoztassalak el benneteket. Nagyjából ugye véget ért az előadását. Állítólag vissza kell menni az iskolába tanulni. Jó. Akkor a következőt mutatom nektek. Itt van egy két darab léggömb, meg itt van még két léggömb. És ezzel a két léggömbbel szeretnék megmutatni nektek egy kísérletet. Az egyik léggömb az fekete. Ezt a fekete léggömböt beletesszük ennek a, ha majd fölfújjuk, átlátszó léggömbnek a belsejébe. Tehát most azt csinálom, hogy segítek ide beledugni, így.
két léggömb egymásban. Most fogom és fölfújom a léggömböt, a feketét. Úgyni. A fekete léggömböt megkötöm. Csak azért, hogy meg ne szökjön belőle a levegő. Megvan. Most megkötjük a világosat, de még mielőtt megkötnénk, fújunk közé levegőt. Léggömb a léggömbben. Hm? Most jön az igazi történet. Azt hiszem, hogyha ezt most elmondom, és belegondolnátok, hogy csak akkor kapnátok ebédet, hogyha a feketét kidurrantjátok ott belül, de a külső meg nem durranhat ki. Világos a feladat? Szúrjuk ki a belső léggömböt. Tessék? Tehát csak akkor kaptok ebédet, ugye azért mondtam, hogy csak akkor kaptok ebédet, mert valahogy motiválni kell a gyerekeket. Ugye? Na hogyan lehet egy ilyen feladatot megoldani? Ugye? Tehát ez egy fontos történet a dolgokban. Látom, azért gondolkodtok, szeretnétek ebédelni. Na, tehát akkor a lényeg az nagyon egyszerű. Meséljük el, mitől lesz egy fekete fekete? Mitől lesz az a léggömb fekete? Nagyon egyszerű, olyan tulajdonságú anyagból van, ami az összes rákerülő fényt elnyeli. Nem jön vissza semmi, ettől lesz fekete. Mitől lesz valami fehér? Nagyon egyszerű a történet, az összes rákerülő fényt visszaveri. Ettől lesz fehér. Van még egy nagyon fontos dolog, hogyha ez a felület ez teljesen ideálisan sík, tehát nem ilyen porózus, mint mondjuk az fal, akkor tükörnek hívják a dolgot. Jó? Tehát a fehér és a tükör között a lényegi különbség az, hogy a fehér az szórja minden irányba, tehát ha megnézitek a felületét nagyítóval, akkor lehet látni, hogy ilyen mindenféle kis felületekből áll. A tükör az meg ugye ideálisan sima. Mitől lesz valami átlátszó? Hát attól látsz átlátszó, hogy minden át tud menni rajta. Nem? Üveg is olyan. Az összes fény úgy megy át, hogy gyakorlatilag alig vesszük észre a zavarást. Tapasztalt-e valaki közületek, hogy nyáron, amikor kimegy a napra, akkor melege van? Hm? Gyanítom, hogy ezt többen tap. Hogyan lehet ezzel ellen védekezni? Hát az egyik a napernyő, a másik az, hogy vesz az ember egy olyan ruhát, amelyik minél világosabb, ha lehetőleg fehér. Ha tél van, és szeretnénk, hogy a nap melege melegítsen, akkor meg milyen ruhát veszünk föl? Feketét. Na, akkor szerintem már tudjuk a megoldást. Ugyanis, hogyha találunk egy olyan fénysugarat, ami kellően intenzív, az a feketén el fog nyelődni, és úgy meg tudja melegíteni, hogy ki is fogja égetni. Viszont az, ami körülveszi, az viszont nem fog megmelegedni, hiszen ő a fényből nem nyel el, csak nagyon-nagyon keveset. Nagyon egyszerű dolgom van. Itt van egy fényforrás, ez egy lézer mutatópálca. Azok közé, a mutatópálcák közé tartozik, amelyekről el lehet mondani, hogy tanterembe, órára bevinni tilos. Olyan intenzív a fénynyalábja, hogy gyakorlatilag nagyon könnyű szemsérülést összeszedni. Nézzétek meg, kapcsoljuk le egy picit a villany. Azt is fogjuk látni, hogy én bevilágítok ezzel a fénynyalábbal, és nézzétek meg, ez a nyaláb azért látszik, mert a tanteremben, vagy itt a teremben levő porszemcséken szóródik a fénynyaláb. Nézzétek meg. Látszik? Ezzel megvilágítom ezt a fekete nyalábot, és elértem az ebédet, már mehetek ebédelni. Én már megdolgoztam az ebédért. Köszönöm szépen. Azt hiszem mindenki látja azt, hogy a lézerrel ki tudtuk égetni ott a fekete léggömböt. Most jön a közszolgálati része a kísérleteknek, ha valakinek egy ilyen lézernyalábja van a birtokában, akkor avval nem szabad repülőre világítani. Azt mondták, hogy körülbelül évente 400 atak van, hogy a repülőket megpróbálják lézerrel
megvilágítani. Ez azt jelenti, hogy a leszálló pilótának egy ilyen nyalábba kell belenézni. Láttátok, hogy ez a nyaláb nem nagyon tart szét. Tehát ez azt jelenti, hogy több kilométer után is még csak egy ekkora lesz a folt. Vagyis ez egy nagyon veszélyes dolog. Akkor megmutatom nektek, hogy hogyan lehet szívószálból hangszert készíteni. A szívószálból úgy készítünk hangszert, hogy nem mondok el mindent arról, hogy milyen elvek mentén működik, de annyit szeretnék mondani, hogy a szívószálat az ember megfogja így fogóval, jó erősen megszorítja, megfogom és elkezdem húzni. Ha kellően erős vagyok és nem húzom túl gyorsan, akkor itt el fog vékonyodni a szívószálnak a vége. Ebből a végéből ki lehet alakítani egy úgynevezett nyelvsípot. Látjátok, hogy csinálom, elvágom így is, a végéből egy picit lecsippentünk, így néz ki a végeredmény. Fogja az ember, és így elkezdi bejáratni, így. Na ez megvan. Akkor ide be kell fújni levegőt. Azt mondja Bernoulli törvénye, hogy a nagy sebességgel áramlik a levegő, ott lecsökken a nyomás. Tehát a két nyelv között nagy sebességgel áramlik a levegő, itt kívül, a nyelveken kívül pedig nyugalomban fog állni. Figyeljétek meg! Na tehát, itt van a szívószál duda. A szívószál duda hangja pedig attól fog függni, hogy milyen hosszú a szívószál. Ha hosszabb, akkor mélyebb, ha rövidebb, akkor magasabb. Hallgassátok meg! Na, amint látjátok, a szívószál duda egyre magasabb és magasabb hangot ad. Ki lehet ezt arra használni, hogy megpróbáljunk egy igazi hangszert gyártani. Az igazi hangszer alapja az, hogy be kell hangolni. Azt mondjátok el nekem, hogy ki az, aki közeletek jár valami zenetanulásra. Helyes. Akkor megmutatom nektek mindazt, amit én tudok, bár én a zenében nem vagyok túlzottan képzett, de azért valamennyit tudok, mert a fizika tanításod még ehhez is kell érteni egy kicsit. Itt van az elkészített nyelvsíp. Most ez egy kicsit lágyabban fog szólni valószínű, mert meghalljátok. Ez az alaphangja a sípnak. Csináljunk egy egyoktávos magasságot, ugye? Tehát ezt körülbelül megkeressük a szívószálnak a közepét, ez itt van. Ide csinálunk egy bemetszést. Így. Itt van a lyuk. Megfogom. Ez a magas hang. Pont egy oktáva különbség. Azért, mert hogy a szívószálunknak pont a közepére tettük azt a lyukat, ahol le kell fogni. Most már semmi más tennivalónk nincs, mint hogy ezeket a helyeket, az összes többit kettő hangol. Még kell vágnunk néhány hangot, hogy kijön a 8 hangjegy. Egyet még megmutatom, hogy tehát körülbelül ezen a részen, ezt már úgy tapasztalatból lehet tudni, hogy a ré hangot is meg tudjuk csinálni, ugye do, re, mi, fa, szol, la, ti, do. Itt megnézzük, hogy ez hogy jön össze, és hogyha jól csináljátok, akkor akár kisebb műveket elő is lehet vele adni. Tehát akkor do, ré, itt van, és le lehet tovább csinálni, és akkor gyakorlatilag egy működő szívószál dudátok lesz. Hogyha akarjátok ezt továbbadni a tudást, akkor annyit kell tenni, hogy éjjel 2 és 3 között kell csinálni a kísérletet, hogy mindenki megtapasztalja, hogy milyen ügyesek vagytok. Van, amikor az ember a hangkeltést nem akarja másra használni, csak arra, hogy nagy zaj csapjon maga körül, ilyen tipikusan, amikor kimegy az ember a focipályára és szurkol, erre is van megoldás.
ehhez csak egy ilyen darab csövet kell találni. A lefolyó alatt biztos találtok ilyen csövet. Csak fűrész kell hozzá, és már tiétek a cső. Ráhúzunk egy, nézzétek meg a léggömböt, úgy csináltam meg, hogy beleraktam egy csövecskét, és a végét levágtam ollóval. Na, ezek után fogja az ember ide ráteszi, így, megfeszítjük oldalra, belefújunk egyet. Azt hiszem, hogy nem gyönge a hangja, ha valakinek nem tetszik a magassága, akkor ráteszünk egy csövecskét. Megjegyzem, hogy a szurkolói kürt nem hangosabb ennél, de sokkal drágább. Még azt is meg lehet csinálni, fogja az ember, és egy nagyobb szurkolói kürtöt is csinálhat. Így. Ugye, mint mondottam, volt itt a léggömb, beletettük a csövet, szépen levágjuk, így. Aztán ezt a léggömböt ide ráhúzom, így. Ez Lukas. Mondom, megöregedtek ezek a léggömbök, és hát sajnos hamarabb szakadnak el. Ha jó, nagyon akarnám az irodalmi műveltségemet csillogtatni, azt mondhatnám, hogy a léggömbök korán halnak. Hát ezt lehet, hogy nem kellett volna. Na mindegy, figyeljetek ide. Ha mélyebbet akartok, akkor csak ki kell húzni egy kicsit hosszabbra. Na jó, köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot! Ha van kérdésetek, akkor most föltehetitek, ha nem, akkor pedig kellemes hétvégét mindenkinek. Sziasztok!